Miközben átnéztem a csatornámat, rábukkantam arra a részre, ahol a szupercsötös bevételeket listázza ki a YouTube. És arra gondoltam, valami hasznos dologra is költhetném azt a pénzt, amit tőletek kaptam. Valami olyan dologra, ami jobbá teszi a csatornát, minőségben és tartalomban is emeli a videók színvonalát. Hát meg is nyitottam oroszlanyok.hu-t. Tessék. Halló, szia, Icuka! Te vagy az, Marek? Igen, itt vagyok, szívem. Mit szeretnél? Hát érdeklődnék, hogy mennyi az annyi? Fél óra 3000, egy óra 5000, úgy csinálsz, mintha még sosem vettél volna igénybe. SOS francia meg kettő. Jaj, dik, ha drágaság ez! Hát felébb mennyit engedsz? Nem a piacon vagy, drágám. Ennyi az annyi. Jaj, dik, hát annyiből már kapok egy új mikrofon, majdnem. Na, pár szívem, majd hívjál, ha lesz pénzed. Ja, szabasz. Ugye nem néztétek ki belőlem, hogy erre költöm a pénzeteket. Ha igen, akkor szégyeljetitek magatokat. Mivel én inkább tettem hozzá és vettem egy Auna 9000 B típusú stúdió mikrofont és egy állványt. Mivel többen panaszkodtatok a hangminőségre. Na de jöjjön egy kis teszt. Na szóval akkor először próbáljuk ki ezt az Alman márkájú fejhallgatós mikrofont. Eddig ezzel készítettem a videókat. Azért maradtam egy kicsit csendben, hogy hallani lehessen, hogy esetleg mennyire durva a zajszint, vagy mennyire nem az. Próbáljuk meg egy kicsit hangosabban is beszélve. Csácsomi csőtészta, csokoládé és traktorkerék, szavaztok gyerekek! Na, ez ilyen. És akkor nézzük az Aunát. Na és akkor ez lenne az Auna 9000B. Nem tudom, hogy mennyire hallani a különbséget. Kicsit csendben maradok, hogy az alapzajt is lehessen érzékelni, hogyha van. Én úgy érzem, hogy talán egy kicsit minőségibb lesz a hang, mint eddig. Bár én általában borítozni szokok, úgyhogy megpróbáljuk hangosabban is. Csácsomi csőtészta, csokoládé és traktorkerék! Nem tudom, hogy ez mennyire torzított, még ugye én sem hallgattam vissza. Na szóval akkor igazából erre költöttem azt a pénzt, amit szupercseten küldtetek nekem. Még egyszer köszönöm szépen, hogy támogattátok a csatornát, és sziasztok!